A 12. országos csokoládé fesztivál nyitányaként a Szerencsi Tankerületi Központ és a Tegyünk a Jövő Géniuszaiért Alapítvány augusztus 22-én rendezte meg a 6. Sport Egészségnap Művészeti Fesztiválját. Az eseményen 4 járás 48 iskolájának diákjai mutatták meg tehetségüket, valamint főzőverseny és mentési bemutató is színesítette a programot. A Szerencsi Tankerületi Központ 6. éve szervez sport és tehetségnapot a Csokoládé Fesztivál programjaihoz kapcsolódva. Az augusztus 22-én megrendezésre kerülő eseményen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyíri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Szabó Árpád, a Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. A nap során 4 járás 48 iskolájának diákjai mutatták meg tehetségüket a színpadon, akik zenés-táncos produkciókat adtak elő. Kísérő programok is színesítették a rendezvényt. A tűzoltók, a mentők és a rendőrök munkájával ismerkedhettek meg közelebbről az érdeklődők, valamint mentési bemutatót is tartottak, ahol egy baleseti szituációt játszottak el a közönségnek. A mögöttem lévő két gépjárműben 4 sérült, vagy 4 ellátásra szoruló személynek a mentése fog megtörténni a mentőhelikopter bevonásával. A mai napnak én azt mondom, hogy legnagyobb apropója, hogy én így mondhassam, a légimentőn kívül, hogy a gyermekmentő, a gyermekmok is itt lesz a mai napon velünk. És a gyermekek, akik maga ennek az esetbemutatónak a résztvevői lesznek, ők a tankerület intézményeiből kikerülő gyermekek lesznek. Külön hangsúlyt fektetünk a 112-es segélyhívónak a hívására is. A főzőverseny ezen az éven sem maradhatott el, amin 44 csapat vett részt. Az elkészült gasztronómiai különlegességeket szakmai zsűri értékelte különböző szempontok alapján. A friss szállagon tepertével. Idén a legfinomabbnak ítélt ételt a Rátkai Német Nemzetiségi Általános Iskola csapata készítette. A Szerencsi Tankerületi Központ minden éven sokszínű programot állít össze, különös hangsúlyt fektetve a tehetséges gyerekek bemutatására, az egészséges életmódra nevelésre és a sportra. Immár 6. alkalommal kerül megrendezésre a Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében művészeti és sportfesztiválunk. Nagy örömmel mondhatom, hogy idáig a legnagyobb létszámú pedagógus és gyerek létszám lesz. A mai nap nagyon-nagyon színes lesz a gyerekeknek a program, hiszen mind a művészeti fellépéseken túl rengeteg sportrendezvényünk is lesz. Megtisztelt jelenlétével a kosárlabda csapata, a DVTK női kosárlabda csapata, a DVTK férfi futballcsapat is, akik egy tehetséggondozó futballtornának az osztálycsapatával fogják megmérni tudásukat. A 6. Sport Egészségnap Művészeti Fesztivál zárásaként sor került a Szerencsi Középiskolai Kollégium ünnepélyes átadójára. Az eseményen Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke, illetve Koncz Ferenc fejezte ki örömét azért, hogy milyen modern körülmények között tanulhatnak a középiskolások városunkban.